Aranyosi János halálának 5. évfordulója alkalmából a szívsebészeti klinikán gyűltek össze családtagok, ismerősök, volt munkatársak azért, hogy tiszteletüket tegyék az egykori aneszteziológus emléke előtt. A klinikai központ képviseletében Pál Dénes alelnök köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, Aranyosi Jánosra szerény, nagy tudású, alázatos kollégaként emlékeznek. A Debrecen Egyetem Klinikai Központ számára nagy öröm és megtiszteltetés, hogy az elődöknek, a híres elődöknek méltó emléket állítsunk. Én azt gondolom, hogy advent havában talán az a gondolat, hogy hit, remény, öröm, szeretet, ezek azok a gondolatok, amik igazán Aranyosi tanár urat is jellemezték, igazán hitt abban, amit végzett, mindig reménykedett abban, hogy egy jobb kor fog eljönni, őszintén tudott örülni szakmai és magánéleti sikereinek, és mindehhez egy óriási szeretet társul. Szerafin Tamás, a szívsebészeti klinika vezetője elmondta, Aranyosi János a régi Auguszta falain belül több mint 30 évet dolgozott. Munkássága jelentős eredményeket hozott az orvoslásban. A legfőbb jellemző a humánum volt, a segítőkészség, a támogatás és az együttműködés részben a betegekkel, másrészt a kollégákkal. Az itt töltött évek alatt több munkahelyen tevékenykedett, tevékenységét a tűzgyógyászati klinikán kezdte, utána a 2. számú sebészeti klinikán folytatta. Ennek a keretében végzett szívsebészeti tevékenységet, a mi szempontunkból szívsebészeti klinikán tette le leginkább névjegyét, ahol megvalósította a modern korszerű szívsebészeti anesztéziát, ennek korábban nem voltak ilyen mély hagyományai és gyökerei. Az ünnepségen Aranyosi János tiszteletére állított emléktáblát avattak. A Juha Richárd Munkácsi Mihály díjas szobrászművész készítette műemléket, a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság és a Kenézi Gyula Egyetemi Kórház az Egészségért Alapítványa támogatta.